valamit. Nem hiszem. Aj, szegény Jamie. A srác álnéven bérelt házat a városban. A rendőrség átkutatta, de nem találják. Te jó ég. Rosszul vagyok attól, amit Jane-nek mondott. Fura és beteges. Rákulnék és fúrhatnák ki. Két érdes ollóm a tenger fenekét. Nézd a délután s az este, mi szeliden szunnyad el. Karcsú újak becézik, szenderek. Unatkozik. Megjátsza, hogy beteg. Elnyúlva hever mellettünk a padló. Túl a teán, a fagylalton, a süteményeken. A pillanatot végsőkig feszíthetem? S bár sírtam, bőjtöltem, és könyörögtem, s láttam, amint tálon hozták fejem. Félkopasz volt-e fő? Mégsem vagyok próféta, üssek ő. Nagyságom pillanata lobogva szemembe ötlött. S láttam az égi lakályt, vigyorogva tartotta elém a felöltő. Egy szóval, megijedtem. S érdemes volna mindezek után, túl a narancsízen, a boron, teán, csevegve régi módi porcelán között. Mi tette volna érdemessé? A témát egy mosollyal vágni ketté. A nyomasztó kérdés felé gurítva el a mindenségből gyúrt kicsimbolyót. Mondd rám, Lázár vagyok, aki a sírülekből kikelt. Hozzád beszél, mindenre megfelel. Ha valaki a panlagon hanyat dől és szól, egyáltalán nem így képzeltem el. Nem így képzeltem el. Elnézést!